Fémkereső tevékenység közben az ember óhatatlanul belebotlik a világháború hagyatékába. Töménytelen mennyiségű hüvely, repeszek, eszközök darabjai, maradványai. Ezeket szemétszedés keretében a szemétgyűjtő konténerben helyezem el. Persze van, amit muszáj bejelenteni, és a tűzszerészet elvégzi a szükséges intézkedéseket. Ezeket a tárgyakat nem szeretem. Előfordul azonban néhány olyan tárgy, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ezeket mindenképp meg kell említeni, hiszen ma már történelem. A magyar történelem egy kézzel fogható szelete. A következő tárgy is ilyen. Egy német páncélos rohamjelvény. A páncélos csapatok hadseregen belüli felügyelete 1936-37-től szorgalmazta egy kifejezetten páncélosok részére adományozható jelvény bevezetését. A hadsereg páncélos tábornokai, valamint hadosztály és ezredparancsnokai örömmel fogadták a kezdeményezést. A jelvény terveit 1939 tavaszán vetették papírra, a tervezést egy híres berlini festő és grafikus művészre, Ernst Beckhausra bízták, aki már több vázlatot és rajzot készített a hadsereg számára. A jelvény ovális töltykoszorúban, füves buckás alapon ábrázol egy jobbra haladó Panzer III harckocsit. A jelvény felső részén csukott szárnyú, balra néző Wehrmacht sas látható, karmaiban csúcsára állított szvasztikával. A töltykoszorút levelek alkották, bal oldalról 5, a jobb oldalon a harckocsi takarása miatt 4 levél látható. A végleges terv elfogadása után a berlini C.L. Juncker céget bízták meg a jelvény mintadarabjának elkészítésével. A harckocsizó jelvény 1939. augusztusában került bemutatásra, hivatalos rendszeresítésére 1939. december 20-án került sor. A páncélos hadosztály parancsnoka 1940. január 1-től adományozta páncélos tiszteknek, altiszteknek és a legénységi állománynak. Elnyeréséhez a harckocsi parancsnok, lövegkezelő, vezető, illetve rádiókezelő beosztásokban szolgálóknak az alábbi kritériumoknak kellett megfelelni. 3 bevetésben való részvétel, amelynek különböző napra kellett esnie. Csatában tanúsított önálló harckezdeményezés, bevetés során elszenvedett sebesülés. A jelvény bronz változatát 1940. június 1-én rendszeresítették, ezzel a páncélos hadosztályokba beosztott lövész ezredekhez tartozó motoros lövészeket, a páncélgránátos egységek katonáit, valamint a páncélos felderítő és a páncélozott járművekben szolgálatot teljesítő egészségügyi katonákat ismerték el. A hír főparancsnoksága, Oberkommando des Heers, OKH 1942. december 31-től némileg változtatott az adományozási irányelveken, és a jelvény ezüst változata a páncélos egységeknél szolgálatot teljesítő motoros futárok részére is adományozható lett, amennyiben az első vonalban harcoló páncélosoknál voltak szolgálatra beosztva, közvetlenül az ellenséges tűzben, legalább 3 különböző napon. A páncélos egységek mellett szolgálatot teljesítő szerelő egységek katonái számára is adományozhatóvá vált, amennyiben ezek szerelési munkálatokat az első vonalban harcoló páncélosok mellett az ellenséggel vívott harc közben hajtottak végre. Ez a jelvény az OS gyártójellel készült Adolf Scholze által gyártott jelvény. Más, jelenleg ismeretlen gyártó is készítette ezzel a jelzéssel, és a két gyártó darabjai között számos karakterbeli és más hasonlóság fedezhető fel. A páncélos harcjelvény pontos adományozási száma nem ismert. A jelvény vastag, domború kialakítású, markáns vonalvezetésű, gazdagon kidolgozott részletekkel ellátott darab. Ez a típus a háború közepétől került bevezetésre a cég termékpalettáján. Készítették ezüst változatban is. Anyagát tekintve sötét-szürke cink ötvözet, amelyre vastagabb, érdes felületű bronzréteget vittek fel. A jelvény előlapján a páncélos alatt lévő füves, buckás terület 3 különböző típusú kidolgozását használta a készítő a háború folyamán. Létezett sűrűbb vagy ritkább fűszálas kivitelben,
illetve a bucka eltérő megjelenésében ezek alapján különböztetjük meg az eltérő típusokat a jelvény családon belül. A háború kezdeti szakasza után a megnövekedett számú bevetések miatt felmerült az igény a magasabb fokozatú jelvények megteremtésére is, melyeket az OKH rendelete alapján 1943. június 22-vel mutattak be. Ez további számozott jelvényt jelentett, amit az igazolt bevetések napjaihoz mérten lehetett elnyerni. 25, 50, 75 és 100 különböző napon végrehajtott támadás után. A jelvények alsó részén levő keretbe foglalták a harcban eltöltött napok számát, és a számozás nélkül jelvény lett az alapjelvény, az egyes fokozat, a 25 nap utáni a kettes fokozat, 50 nap után járt a harmadik fokozat, 75 és 100 nap után járó pedig a negyedik fokozat lett. 1943. július 1-én elrendelték, hogy a számozott páncélos jelvények fokozataira való jogosultság a Barbarossa hadművelet kezdetétől 1941. június 22-től számítandó. A számozott páncélos rohamjelvény megjelenése előtt alkalmazta a páncélos legénység az úgynevezett kivágásos jelölési technikát a jelvény alsó harmadában a páncélos alatt elhelyezkedő stilizált füves területet egyénileg vagy ékszerés segítségével kivágták. A mai napig vitatott, hogy ez a kivágásos rendszer pontosan mit is jelentett. Az egyik változat szerint 5 bevetési nap után volt szokásos kivágatni a jelvényt, a másik változat szerint pedig az újonc, akinek még csak 3 bevetése volt, és a veterán katonák különböztették meg így egymást. Ez a félhivatalos rendszer a bronz jelvények esetében is alkalmazásra került.